Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Ragon Cserita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. 75 éve született Baka István megemlékezés Szekszárdon. Bejutott az idei évfája verseny döntőjébe a szekszárdi Remete Berkenye. Negyedik alkalommal tartottak Kétyen nemzetközi kolbásztöltő fesztivált. 21. alkalommal hirdették meg a bonyhádi Tarka Marha fesztiválhoz kapcsolódó fotókiállítást. Koszorúzással emlékeztek meg Baka István születésének 75. évfordulójáról az Alsóvárosi temetőben Szekszárdon. A költő, író, műfordító nevét viselő alapítvány által szervezett tiszteletadáson részt vettek az ismerősei, olvasói és a város kulturális életének főbb szereplői. Zörög a megfakult viharkabát, az égen borbély tányér holdinog. Az emlékmű talapzatán akár angyalszárnyakból hullatott pihék, mécsek remegnek. Szürke és sivár a kő, a part, s páncélozott az ég. A kivételes tehetségű író már gyermekkora óta a könyvek irodalom világában élt. Hamar megtanult több nyelvet is. Jelentős műfordítói tevékenysége által megismerhettünk olyan külföldi műveket is, melyek a kor uralkodó ideológiája miatt nem voltak elérhetőek a nagy közönség számára. Az író, habár rövid ideig élhetett, hagyatéka velünk van ma is, köszönhetően a Baka István Alapítványnak. 75 éve született, és nagyon fájdalmas kimondani, hogy már 28 éve nincsen közöttünk Baka István. Egy szomorúan rövid életbe, egy rendkívül nagy életmű fért bele, költői, írói, drámaírói, és nem utolsó sorban, mert nagyon fontos, műfordítói életmű az, amit ránk hagyott. Nekünk szekszárdiaknak azt hiszem van egy különös lehetőségünk, mert miután ő nagyon sokáig mindig is ragaszkodott ehhez a városhoz, bár nem itt élt, minden művébe így vagy úgy azért beleszövődik a szekszárdiság, a szekszárdi gondolkodásmód, és mi ismerjük itt azokat a helyeket, ismerjük itt azokat a szegleteket, ismerjük azokat a gondolatokat, amelyek azért fölsejlenek, kimondva vagy kimondalatlanul ezekből a sorokból. A 20. század második felének meghatározó költészetét, irodalmát létrehozó alkotó műveit nem könnyű értelmezni. Nagyon nehéz az ő szövege. Nagyon nehezen adja meg magát a bakai szöveg, viszont hihetetlen mélységekig jut el a szöveg és az olvasó általa. Rendkívül szigorú etika az, ami átszövi ezeket a sorokat. És nagyon fontos nekünk itt szekszárdiaknak, hogy ez az irodalom ezer szállal kötődik, kimondva vagy kimondatlanul ehhez a városhoz. Kitűnő ember is volt, és kitűnő költő is volt. És hát az, amit elmondtam, hogy egy érzékeny valaki, akit megihletett a szépség és a sátán is, hogy meg tudja írni mind a kettőről azt, ami oda illik, és ami illeti ezeket a szélső költői motívumokat. Végül is ezek között élte az életét, mint költő.
hogy az ember számára el tudja mondani, mitől tartózkodjon, mit kövessen, mitől lesz olyan, hogy felnézenek rá. Sajnos igen rövid életet élt, mert nagyon köztünk lenne még a helye. És meg kell mondjam, hogy a szexárd összképéből nagyon-nagyon hiányzik. Az évforduló kapcsán több programsorozatot is életre hívnak idén. Szeptember 22-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy emlékműsor lesz. Mózer Zoltán ennek a szervezője, és két színész, illetve zenész az, aki megemlékezik itt ez alkalommal. Ugyancsak az ősz programja az a Kárpát-medencei versmondó találkozó, amely két évente rendeződik meg, és idén is várjuk természetesen a versmondókat az ország és a határon túlról. Mindenfelől reméljük, hogy sikerrel tudjuk ezt lebonyolítani. De tervben van még egy, a Vármegyeházára szervezett pódiumbeszélgetés is, mely Baka István és a zene kapcsolatáról fog szólni. Ami a Baka hagyatékot ismerők számára egyáltalán nem ismeretlen, nagyon sok művét ihlette az a nagy zenei műveltség, ami az írót jellemezte. Ez a beszélgetés ezt hivatott majd feltárni Bősze Ádám zenetörténés segítségével. Bejutott az idei évfája verseny döntőjébe a szekszárdi remete berkenye, a nagyjából 200 éves növényért az egész település összefogott. A különleges fa nem csak Szekszárd, de az egész megye számára fontos szimbólum lehet. A fárszárú matuzsálem ugyanis a hatalmas Győr-Moson vármegye jelöltjével mérkőzik meg. Ne habozzanak, szavazzanak önök is szekszárdi remete berkenyére az évfája.hu oldalon. Óvodások, kosárlabdázók, fiatal népi és modern táncosok adtak műsort a szekszárdi remete kápolnánál. A gyerekek, fiatalok, csapatok, egyesületek és civilek mindannyian az év fája verseny döntőjébe jutott remete berkenye miatt érkeztek a fölsővárosi kápolnához. A több mint 200 éves monstrum az Ökotárs Alapítvány pályázatán jutott a legnépszerűbb 9 jelölt közé. Ez a fajta a legkeményebbek közé tartozik, emiatt a régi időkben különös becsben tartották, főként nehéz erőátviteli alkatrészeket készítettek belőle. Ennek ellenére ez a nemes növény mostanra alig lehető fel idehaza, pedig a gyümölcse kiváló ízű. A belőle készült pálinka pedig a legdrágábbak közé tartozott egykor. Nem ritka, csak megritkult. Valamikor flóraalkotó eleme volt a Dél-Dunántúlnak, meg a dunántúli erdőknek ez a fa. Sőt, ha tovább megyünk, akkor azt is tudhatjuk róla, hogy egy elfeledett gyümölcsünk a berkenye, amit a 19. század második fele óta kiszorítottak a nemes körték és almák, a Golden Delicious, a Jonathan, a Starking és a többi almafajta. Még csak kevés ahhoz képest, amilyen tömegben jöttek be azok a gyümölcsök, amik ezt a apró gyümölcsű vadkörtére emlékeztető szotyós, de ősi gyümölcsünket kiszorították a köztermesztésből. Elfelejtettük, kivezett.
Számozott példányai vannak már csak az országban belőle. 2014-ben itt járt egy berkenyefa kutató, egy erdészmérnök, aki nem mellesleg a Balaton felvidéki nemzeti parknak volt az igazgatója. Ő ennek szentelte az életét a berkenyefáknak, és a lajstromába fölvette, és mondta, hogy nagyon vigyázzunk rá, mert különös érték. Ez a fa annak köszönheti a megmaradását és a létét, hogy egy egyházi területen van. A fa körülbelül 200 éves lehet. Annak köszönheti a létét, hogy ide senki nem akart se gyümölcsöst, se szőlőt telepíteni, és lehetősége sem volt rá. Ez a bucsusoknak lett valamikor ültetve. Azoknak a bucsusoknak, akik már egy nappal előtte itt voltak, a kisasszonynapi szeptember 8-ai bucsuba jöttek a környékről, és itt szállásolták el őket, itt éjszakáztak, szombatról vasárnap virradóra éjszaka, és ez az egész terület tele volt ültetve nekik gyümölcsfákkal. Az idősebbek még emlékszenek a szilvafákra, amik itt körülbelül egy 20-30 évvel ezelőtt pusztultak ki, azok is már ősöregek voltak, és ezek közül a gyümölcsfák közül, ami a bucsusoknak szolgált gyümölcsül, ez a fa maradt meg. A remete berkenyét Szollár Zoltán, a helyi fősővárosi kör elnöke jelölte a versenyre. Azt mondja, a berkenye nem csak a környékbeliek történelmében játszott fontos szerepet, de ma is élő hagyományok központi helyszínén található. Nagyon büszkék vagyunk rá. Mondhatom ezt egyesület vezetőjeként, mert akkor egy kicsit a térről is beszélve, ugye megemlíteném a kápolnát, 1700-as évek végén épült, gyönyörű szép patinás épület, és ugye a szeptember első hétvégén itt tartják a búcsút a szekszárdiak és a környék településében lakó. Úgyhogy ez a fontos, illetve hát egy stáció a katolikusok részéről megemlítendő, illetve alól a csörgedezik ki a hűsötadó forrás patakunk, ami végig megy ugye Szétpatak néven Szekszárdon. És egy picit még arrébb megyek, akkor ott a közösségi terünk, amire még büszkébbek vagyunk, szekszárdi fősővárosi körnek a játszótérrel, a mindig nyitott lelkületű emberekkel, hogy így várják a szekszárdi fősővárosi kör tagjai, és majd hadd mondjam azt, hogy a szekszárdiak is, és remélem a Tolnavár megyeiek is, hogy ide látogató vendégek megnézzék ezt a gyönyörű szép berkenyefát. Nekünk mindenképpen büszkeség lenne. Beszéltem egy picit a múltjáról, a jelenéről, ez, hogy így össze tudunk fogni ennyi embert, és itt tud lenni, talán egy 50-60-an is vagyunk, akik vagy a szakmájuk, vagy a tudásuk kapcsán valami úgymond prominensek a Szekszárdon, illetve vagy letettek és világbajnokok, vagy pedig táncosok és nagyon lelkesek, úgyhogy ez a szekszárd jelene, úgymond. A jövőjét tekintve pedig bízok benne, hogy megmarad ez az összefogás, és hogy egy kicsit a fa is kapjon ebből a jobbból és pozitívumból. Az első helyzetnek egy fadoktori kezelés jár, úgyhogy hát ez se lenne mindegy, és egy picit meggyógyulna ez a fa is. Szekszárd alpolgármestere szerint a berkenye hosszú idő után ismét összehozta a város lakóit, ugyanúgy, mint néhány éve a bátaszéki Molyhostölgy tette ugyanezt azzal a településsel. Gyurkovics János szerint rendkívül fontos, hogy minél többen szavazzanak az évfája.hu internetes oldalon a Tolna vármegyei büszkeségre. Gyakorlatilag, amit látunk itt most a felvételek során, itt szinte megmozdult az egész város, idézőjelben mondom, mert nagyon sok területről vannak itt képviselők, és hát összefogunk annak érdekében, hogy ez a berkenye mondjuk nagyon-nagyon jó lenne nekünk, ha az évfája lenne. Mindenki előtt ismeretes, hogy Tolna megyébe nem is olyan régen a bátaszéki Molyhostölgy elnyerte ezt a címet, és hát ha már Bátaszéknek sikerült, akkor nekünk miért ne sikerülne. Bízunk benne, hogy ezzel a nagy összefogással sikereket fogunk elérni, és 2023-ban az évfája ez a berkenye lesz. Hát ehhez komoly kötődések vannak. A történelmi leírat alapján még Liszt Ferenc is látta ezt a fát 1865-ben, mert akkor már felcseperedett fa volt, és abban az évben a zeneszerző is részt vett a fősővárosi búcsún, és hát ez a kegyhely itt, ami mellett állunk, a remete kápolnának a történelme során is
Itt volt lerombolás, átépítés, felújítás, és most is egy illusztris része a városrésznek, és nagyon-nagyon szeretnénk, ha ez élne tovább, és minden nagyobb tisztelettel jönnénk ide, és itt élnénk meg a mindennapjainkat, és ennek nélkülözhetetlen eleme a berkenyefa. A szekszárdi remete berkenyére október 1-jéig az évfája.hu oldalon lehet szavazni. Negyedik alkalommal tartották meg Kétyen a Nemzetközi Kolbásztöltőfesztivált. A rendezvényre ezúttal is több százan érkeztek a Kárpát-medence azon településeiből, amiknek a nevében előfordul a Kéty betű kapcsolat. Az idei programok különlegessége az volt, hogy a húsételek mellett a mézből készült finomságoknak is nagy szerep jutott. Egész délelőtt sültek a finomabbnál finomabb ételek a tárcsákon, Kétyen megtartották a településen már hagyományosnak számító kolbásztöltő fesztivált. Az idei programon 20 csapat készített ételeket, és voltak, akik igazán különleges ínyenségekkel készültek. A kis dorogról érkezett vendégek például egy citromos különlegességet hoztak el, a receptet egy évvel ezelőtt fejlesztették ki, azóta pedig akárhol bemutatják, nagy sikert aratnak vele. Citromot reszeltünk bele 5 kilóhoz 3 darabot, a levét is beleraktuk, raktunk bele borsikafüvet, sót, fehér bors, egy kevés fekete bors, és snidlinget vágtunk bele egy olyan marékkal, só, összekevertük, és utána ízlés szerint még, hogy na, mi is kell bele. A Kétyi Kolbásztöltő Fesztivál egyben egy különleges testvértelepülési találkozó is. A Kárpát-medencében ugyanis nem csak a magyarországi falu nevében fordul elő a Kéty szó. Lengyelországban egy kisvárost szintén így írnak. Felvidéken pedig érsek kétyiek is élnek. A három Kéty lakói minden évben együtt ünnepelnek idehaza egy nyári napon. Idén pedig csatlakozott hozzájuk egy csehországi település is. Szeretettel várnak mindig, és mindig megismerünk új embereket, mint most. Képzeljétek el, hogy mi most tocsnit sütünk a mi tárcsánkon, és kaptunk kölcsön a itteniektől egy tárcsát, hogy kisütjük a kolbászt. És így egyszerre tudunk végezni. A tocsnival, meg a kolbászt is. Otthon már elő volt készítve a 10 kilóhoz minden. Nálunk állítólag az a titok, hogy teszünk bele vörösbor, de most elfelejtettük. Ezért lesz jó a mai. Mi felvidékről jöttünk, huszan jöttünk. A mi titkunk, hogy mi is kétiek vagyunk. Felvidéki kétiek. És mit mondják? Hát ismerjük itt a települést, nem először vagyunk itt. Kinek öltözött helyi gyerekek adnak műsort a színpadon. Az idei Kétyi Kolbásztöltő Fesztivál különleges volt, hiszen a húsételek mellett a méhészet és a méz is nagy szerephez jutott a rendezvény során. Helyi méhészek vagyunk, és a falu napon ezen a rendezvényen megmutatjuk a kis méhészetünket, amit ki tudtunk ide vonultatni, egy látványkaptárt, egy új kaptárt, és a gyerekeknek azt találtuk ki, hogy méhviaszgyertyákat hengerítünk. Lehet kóstolni majd később mindenféle mézeket, eszközöket, füstölőt, kaptárszolgát és állarcot hoztunk. Egy kicsit kihozzuk ide a méhek szeretetét és a méhek illatát. Nagyon szeretem az életem vezérvonala a méhészet, ennek élek már 20 éve, és ezért van ez a nagy buzgóság. A programokat egy nagyszabású nemzetközi, a V4 országok részvételével zajlott méhészeti konferencia keretében szervezték meg. Az idei rendezvényünknek egyébként az a címe, hogy a visegrádi országok kulturális és gazdasági kapcsolatainak elmélyítése a méhészet és a mézből készült termékek segítségével, és ez most a negyedik kolbásztöltő fesztiválunk, amiből 3 nemzetközi lett, ez is nemzetközi, és egy a Covid miatt csak egy ilyen sima kolbásztöltő volt, de egyébként pedig idén is eljöttek hozzánk a testvértelepüléseink delegációi, akik
a saját szájuk íze szerint készítették el a kolbászokat, illetve nagyon sok olyan ételt készítettek még, amit majd itt bemutatnak. Most a hátunk mögött az a programelem következik, hogy most a négy ország így sikeredett, mert hát mi is sütöttünk, és akkor így a négy ország mézből készült termékeinek a kóstoltatása következik nagyjából egy pár perc múlva. Külföldről a felvidéki testvértelepülésünk Érsekkéty, a lengyel testvértelepülésünk Kenti, ugye mert az elbetű alatt az a jel től lett ez Kenti, Y helyett, tehát ő nem mond Y-t, két, és ezért így lett a neve, de hogyha úgy nézzük, hogy például ha a honlapunkat nézzük egymásét, akkor www.kegy.hu, kegy.sk és kegy.pl. És nagyon nagy örömünkre csatlakozott ehhez a három kégyhez egy cseh település, Brezova nevű cseh település, és így megvagyunk a visegrádi négyek, és nagyon jó kis pályázatokat írunk mi itt Magyarországon ebbe a visegrádi programba, amit ők is nagyon szeretnek, tartalmas programokkal tudjuk megtölteni ezt a napot, és mindenki nagyon jól érzi magát. A délelőtti gasztronómiai programokat délután kulturális fellépések követték, a résztvevők pedig éjszakában nyúlóan mulattak. A 21. alkalommal hirdették meg a Bonyhádi Tarka Marha Fesztiválhoz kapcsolódó fotókiállítást. A felhívásra ezúttal is a határon innen és túlról is érkeztek pályaművek. A tárlaton a legjobb 75 képet láthatja majd a közönség. A 21. alkalommal várták Bonyhádra a Tarka Marha fotópályázat műveit. A második éve nemzetközivé avanzsált kiírásra ezúttal 30 alkotó 236 képet küldött. A háromtagú zsűri azért azt várja, hogy mennyire jók a képek, és nagyon örültünk, hogy elég sok kiemelkedő kép volt, és ebből a háromtagú zsűri úgy döntött, hogy 75 kép falra is kerül. Egyébként hadd mondjam el a zsűri tagokat, Szabó Béla, ő fotoművész és Öttevényben él, Győr mellett, dr. Füller Imre, aki a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének a nyugalmazott ügyvezetője, illetve jó magam, mint az ötletgazdája a pályázatnak, mi hárman zsűriztünk. Mint két évtizede elindított, évről évre meghirdetett fotópályázat rendre megikleti a hazai és a határon túli amatőr és profi alkotókat. A Magyar Tarka Marha, ami 1890-ben a bécsi milleniumi kiállításon első helyet nyert, és aminek kitenyésztése Bonyhádon történt, tehát még most 2023-ban is tud újat mutatni azoknak, akik nyitott szemmel járva, kamerakeresőn keresztül szemlélik az őket körülvevő világot. Ilyen éberlátással élő alkotóból pedig minden esztendőben szép számmal akad. Az elején magunk sem tudtuk, hogy mennyire lesz népszerű vagy felkapott a pályázat. Nekem onnan jött az ötlet, hogy egy juhokról kiírt pályázat is létezett Magyarországon. Egyébként azóta nem hallottam erről, lehet, hogy az már megszűnt. És nem tudtuk, hogy mennyire lesz felkapott, mekkora lesz az érdeklődés, de örülünk annak, hogy minden évben jönnek egyébként új pályázók is, de vannak visszatérők, illetve állandó pályázóink is, akiket már itt a kiállításon régi ismerősként tudunk köszönteni.
témája a pályázatnak a szarvasmarha, de ez egy elég tág fogalom így, és ebbe belefér nem csak a magyar tarka, hanem a szürke, a bivaj, nagyon sok a bivaj tenyésztő most már, tehát ilyeneket is nagyon jól lehet fotózni. És mindig várjuk, hogy mit lehet újat hozni ebben a témában, a fotósok mit látnak. És az is fontos, hogy egy környezet, ha szép, az feldobja a képet, nagyon jól látható az állatok közötti kapcsolat, akár a gyengétség, a szeretet egy-egy boci felé, nagyon, nagyon jó ezt látni, akár az állatok és az emberek közötti kapcsolat. Tehát ezek, amik szerintem még úgy feldobják a képet. A zsűrinek tehát nem volt könnyű dolga idén sem. A több száz képből 75 került végül ki a tárlat keretében a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ falára. Érdekes volt, hogy kettő veszprémi, illetve kettő székelyföldi díjazottunk van. Az első helyezett Frank Szabó Sándor, ő Veszprémből, a második helyezett Tordai Ede, ő Marosvásárhelyről, ők egyébként már többször is pályáztak, sőt már díjat is kaptak nálunk. A harmadik helyezett szintén veszprémi, ő Cilher Márta, és a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének a külön díját Görbe György nyerte, ő is Székelyföldről, Csíkdánéről pályázott. Egyébként öten pályáztak Székelyföldről, Tolna vármegyéből két pályázónk volt, egy Bonyhádi és egy Závodi, tehát azért a hazai pálya is megjelent a pályázatom. A tárlat pedig augusztus 12-én fog nyílni 14:30. Egyébként a kiállítás már 11-től, a Tarka Fesztivál első napjától látogatható egészen augusztus 31-ig. A tárlat tehát a Tarka Marha Fesztivál alkalmával nyílik meg. Érdemes ezeket a nem mindennapi képeket megtekinteni, ha arra járnak kedves nézőink. Önök kulturális magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!